Az előadás tulajdonképpen a korszerű fogászati vizuális kommunikációról szól. Ennek az első része egy ilyen technikai, technológiai jellegű szekció lesz, a másik pedig ténylegesen egy ilyen kicsit a mai trendeknek megfelelő vizuális kommunikációs tanácsadás. Tehát az első felében az előadásnak beszélünk arról, hogy ahogy például nálunk zajlik a rendelőben az expozíciós gomb lenyomásától kezdve, anélkül, hogy tulajdonképpen hozzányúlnánk a fényképezőgéphez, milyen mobil, milyen felhő, milyen vezeték nélküli technológiákon keresztül a kép gyakorlatilag mindenfajta manipuláció nélkül landol a megfelelő fogtechnikus vagy a megfelelő fogorvos kollega megfelelő fájában. Ezt szeretném elmagyarázni, hogy lehet ezt kiépíteni, ezt a rendszert, a mai technológiák gyakorlatilag abszolút készen állnak arra minden rendelőben, hogy ezeket különösebb költségek nélkül bevezessék. A második pedig az egy olyan vizuális kommunikáció, hogy az én múltamban ez elég nagy szerepet tölt be, hogy egy mai korszerű rendelőnek hogyan kell felvenni mind szakmai szempontból, de elsősorban marketing szempontból a harcot idézőjelbe a mai túlzottan vizualizált világgal, hogy mi az, ami fontos egy mai rendelőnél az, hogy igazán korszerűnek tűnjön a vizuális kommunikáció, hogy kell kialakítani ma egy Facebook arculatot, mi a fontos az üzenetek kialakításában, tehát hogy ne az legyen egy vizuális kommunikáció része, hogy egy szép, mosolygós, fiatal hölgy egy almában a kezében van egy honlap nyitó oldalán, hanem hogy lássuk azt, hogy ma a mai trendeknek megfelelően sokkal markánsabban, sokkal látványosabban, sokkal sokrétűbbeken, infografikákkal, videókkal, különböző animációkkal, hogy lehet bevezetni a rendelő arculatát, és hogy lehet azt mutatni, hogy igen, mi egy korszerű modern rendelő vagyunk.